Sok szeretettel köszöntjük Pápa Városi Televízió nézőit az új esztendőben, az első forrásadásban. Ahogyan már megszokhatták ilyenkor, lelkésztársaimmal beszélgetünk a következő esztendő adásáról, arról, hogy mit is hoztunk ebben az esztendőben a tévénézők számára. Úgy döntöttünk lelkésztársaimmal, hogy bibliai profilokat hoznánk a kedves tévénézők elé, azaz egy bibliai szemét havonta, akiről gondolkoznánk az ő személyiségéről, az ő életéről, az ő életpéldájáról. Többek között Gedeonról, Máriáról és Mártáról beszélnénk, vagy egy annyira nem ismert ószövetségi szemét, Énókot is, vagy egy nagyon ismert ószövetségi szemét, Dávidot is szeretnénk idehozni a tévénézők elé, az ő életük példáját megmutatva tanulhassunk mindabból, amik az ő élettapasztalatuk. Így köszöntelek benneteket szeretettel ezen a mai kerekasztal beszélgetésen. Mint ahogyan az előbb elmondtam, bibliai személyek életpéldáját, profilját hoznánk a televízió nézők elé. Miért látjátok fontosnak? Miért fontos az, hogy egy bibliai szereplő életével megismerkedjenek a televízió nézői is? Hát a Szentírás az egy nagyon gazdag könyv, az életkönyve. Ha felsoroltakból Mária és Márta példázatára gondolok, akkor itt megjelenik előttünk a hitnek a képe, valamint a szorgoskodás, a tevékenységnek az alázatos személye. És hát, mikor boldog új évet kíván a kedves hallgatóknak mindenki, vagy éppen saját gyülekezetében a lelkipásztor, akkor bízik abban, hogy egy új esztendőben a hit gazdagodásához, a kereszténység a saját gyülekezetünk életében, a kereszténységünk megéléséhez lesznek olyan drága alkalmak, ahol olyan bibliai személyek tudnak megszólalni az ige hirdetőn keresztül, vagy egyes testvéreken keresztül, akik felolvasnak az igéből egy-egy szakaszt, ez esetben Mária és Márta példázata, hogy látjuk, hogy mennyire fontosak mai életünkben a példaképek. Na most a bibliai példázatok azok nem csak Jézus korában tanítanak, hanem hiszem, hogy ma is. Ezek a mássálok azért mutatnak nekünk valamit. Az, hogy leülni oda Jézus lába elé, az lehet, hogy egy képletes formát mutat, képies formát, de hisszük, hogy így az év kezdetén, vagy éppen az esztendő időszakaiban, ünnepnapokon kell, hogy megálljunk a sürgés forgásban, és arról az üzenetről halljunk, arról mennyei hangról, amely a mi hitünket is táplálja. És Isten igéje, amelyről valljuk, hogy élő és ható beszéd, ez kell, hogy formáljon bennünket, és hát ha új esztendő küszöbén állunk, akkor ehhez kérjük az ő áldását. Fontos a hit, de fontos az, hogy a hitnek, ahogy Jakab is beszél, látható úgynevezett cselekedetei, és e tekintetben olyan két szemét látunk magunk előtt, ahol egyrészt nagyobb hangsúly helyeződik az Isten igének a hallgatására. Mert hát nem olyan üzenet hangzik el, amely lehet azt mondani, hogy hétköznapi frázis, hanem nagyon is drága ige, hogy a hithallásból van, és mindez pedig a hirdetett igéből. Valóban a példaképek vonzanak, és hát hogy a korunkban, mert a televízió is a képeknek a mutatásával még hatékonyabb emléket és hát benyomást tud tenni az emberre, mint pusztán a hallott szó. Ezért hát Jóisten is az igéje megtestesül magában Jézus Krisztusban is, és cselekedetekben mutatja meg, amit hát szóval is hirdet. De már az Ószövetség idején is Isten szavát hallgató emberek azért nagyon fontos volt számukra, hogy példaképek legyenek is. Hát az ószövetségi nagyok is számunkra ugyancsak példaképek lehetnek. Gedeon példája azért nagyon kedves számomra, mert egy örök emberi problémát érint, és mai üzenettel is fordul hozzánk. Tudnék, amikor Isten angyala találkozik Gedeonnal, akkor egy panaszkodó emberrel találkozik, aki hát hallott a korábbi idők nagy tetteiről, amit Jóisten a népért, a választott népért munkált, de ugyanakkor ott van most elnyomás alatt, madianiták állandó hát pusztításait éli meg, és nem érzi, hogy ez az isteni erő most itt jelen lenne. Valamikor igen, hát ott volt, elhiszem, de hát most hol van ez az isteni erő,
és nem mutatkozik meg. És akkor rávezeti az Isten angyala, hogy hát az mindig emberek által munkálkodik az isteni erő. És az embereket bevonja a Jóisten, nem a fejünk fölött cselekszik, hanem velünk és általunk. És rávezeti Gedeont arra, hogy ő képes is alkalmas lesz arra, hogyha Istenre figyel, az ő akaratát elfogadja, megteszi, amit mond, akkor meg fog változni a helyzet is, és meg fogja tapasztalni érzékelhető módon Isten szabadító erejét, és ez bekövetkezik az ő életébe, illetve az ő munkája által. De ehhez kell valóban egy nagy bizalom Isten iránt, mert hát mondjuk összegyűjti a nagy sereget, aztán Isten azt mondja, hogy sok, majd én fogok segíteni, és a végén 30 ezerből maradt 300 ember, és azzal mégis győzni tud, tehát rámeri bízni magát vezető Istenre, és ez a mai korban is akár vezető ember, akár egyszerű ember, hogy ne csak készen várjuk a megoldásokat, hiszen éppen most karácsony ünnepe után időben is vagyunk, hogy Isten megváltót küld, de milyen tehetetlennek tűnik, hát ez hát egy kicsi gyermek, aki még oltalomra szorul, nem, hogy most ő tudna szabadítani, de mégis eljön az idő, hogy igenis általa adja nekünk a szabadulást, és itt a példaképek is nagyon rávezetnek bennünket a Istennek a nevelő munkájára. Sokszor azért is szép ebben, hogy nem tökéletes vagy kész emberek ezek, hanem úgy lassan fogod formálódnak, mint hogy a mi életünkben is, ahogyan a életünk fejlődése gyermekkortól felnőttkorig, a ismeretünk bővülése, de ugyanakkor tévedések, vagy éppen talán gyengeségek által is jobban megvilágosodik a Jóistennek a vezetése, terve, és el tud vezetni arra, hogy értékessé teszi a mi életünket, és általunk mások számára is értéket, ajándékot ad a Jóisten. Tudom, hogy elég sarkos a véleményem, de azt gondolom, hogy manapság egyszerűen nem igazán vannak példaképek. Vannak emberek, akiket követnek, akár Facebookon, hogy 100-es milliós követést Twitteren, vagy éppen YouTube-on, egyéb helyeken, de nagyon kevés embert látok olyannak, akit valóban érdemes követni, akit mernék ajánlani. Ha nézzük akár színészeket, sportolókat, vagy politikusokat, vagy bárki mást, minimális aznak a száma, akinek azt mondanám, hogy az élete is követhető. És azt gondolom, hogy azért jó bibliai példaképeket elénk állítani. Egyrészt, mert láthatjuk az ő hibáikat is, hogy ők is hibáztak, ők is voltak lúzerek, bénák, esetlenek, egyebek. Másfelől mégis készek voltak arra, hogy Istenhez ragaszkodjanak. És hogyha látok akár egy Énokot mondjuk, akinek azt látom, hogy olyan ember volt, akit Isten azt mondta, hogy magával visz, magához ragad. Akár egy Dávid, aki Isten szíve szerint való ember, akár Ábrám, aki Isten barátja, vagy sorolhatnám tovább, milyen fajta emberek vannak, hogy vajon hogyan lehetünk mi ilyenek, és nem olyanok, akik éppen arról híresek, hogy hány ember nézi meg az ő videóikat, hogy hányan lájkolják, hanem, ahogy a Pál apostol mondja, hogy lehetek követőim, amint én követője a Krisztusnak, hogy tudunk-e olyan példákat adni az emberek elé, akiket érdemes követni, és tudunk-e mi olyanokká válni. Azt mondom, ezért fontos egy ilyen téma, hogy ne a lájkokat gyűjtsük, és ne a hüvelykújjakat, tambakpokat, hanem azt, hogy hogyan lehet olyan az életünk, amire azt mondja Isten, hogy igen, jó volt, követhető vagy. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megosztottátok velünk. Én azt gondolom, hogy a 21. században az is nagyon nagy baj, egyrészt, hogy nincsenek ennyire kimagasló személyiség, amit mondtál, Zoli. A másik meg az, hogy a környezetünknek az a példakép adott, amilyenek éppen mi vagyunk. És hogy akár jók, vagy akár rosszak, ezzel fogunk példát adni, ezzel fogunk a gyerekeinknek példát adni, amit cselekszünk, és ahogyan cselekszünk. Beszéltetek arról mindenket, hogy mennyire fontos ez a megcselekvés az Istentől kapott feladatnak. Hogyan érzitek, hogyan tudná akár egy gyülekezet közösség, vagy akár személyében egy ember még inkább megmutatni a környezetének, hogy Isten követése az milyen életvitelt, milyen életvezetés jelent? Vagy éppen ti mit tapasztaltok ezzel kapcsolatban? Néhány rövid mondatban, erre még van időnk. A több mint 2000 éves egyház, vagy éppen a reformációt követő 501 év után azt gondolom, az a gondolat érvényes, hogy docendo discimus, tanítva tanulunk, és a kereszténységnek a kezdetektől fogva egy kiemelkedő fontos szerepe van. Egy változó korban, ahol nemzedékről nemzedékre mindig más korban élünk, de mégis az Isten állandó, az Isten élő és ható beszéde meg tud szólalni az ő prédikátorai, vagy éppen szolgái által, és ezek a lelkészek, ha egy leíró beszédben, mert Jézus korában is, ha csak a példázatokat tekintjük, akkor a saját korának nyelvén fogalmazta meg, akkor nem csak arra a korra volt érvényes, hanem a ma embere számára is az elmondható.
És az, hogy mi egy leíró beszédben, vagy egy magyarázatban, azt ki tudjuk színezni, el tudjuk mondani, az emberekhez visszük közelebb, a ma emberéhez, hogy mit jelent számunkra egy-egy bibliai üzenet, vagy egy-egy személynek a közelsége, és az arc, az mindig megmarad bennünk. Sokszor arra leszünk figyelmesek, hogy régi arcokat felismerünk, és felismerhetünk ilyen szentírásbeli történetek, példázatok alapján, akár az Ószövetségből, Újszövetségből olyan embereket, akiknek van üzenete nem csak a több mint 2000 éves egyházban, a szentírás tanítása tekintetében, hanem ezt ma nekünk is mondja. Nagyon fontosnak tartanám azt, hogy a szülők a gyermekeik neve megválasztásakor valóban valami olyan értékes, szép példát tudnának a gyermekeikre állítani, ami számukra is segítséget nyújtana. Én, Xaveri Szent Ferenc az én védőszentem, Ferenc keresztelte, hát több Ferenc is van, de őt tartom az ő ünnepét. És annyira tetszik nekem az ő életében, hogy ő nagy missziós volt Indonéziába, sőt Japánba is eljutott, Indiába, hirdette az evangéliumot tényleg az apostolok lelkesedésével, és az ő leveleit, amit előjárjonnak Szent Ignácnak írt, abban nagyon sokszor előfordul, hogy ő gondol az első ige hirdetőknek, főleg Szent Pál apostolnak a sok küzdelmére, nehézségére, és ahogy ő is találkozik ezekkel a nehézségekkel, de mindig egy bátorságot ad neki, hogy ahogyan ott volt minden gyengességgel, gyallósággal, sok üldöztetés, megpróbáltatás ellenére segítette Jóisten Szent Pálnak a munkát, és sok emberhez elvitte az evangéliumot, és ő ebből erőt merített, hogy őt is ugyanaz a Jóisten kegyelem segíti. És valahogy számomra is ez olyan szép, hogy ugyan 1500-as években ég Xaveri Szent Ferenc, hát 500 évvel utána, nekem is példakép, hogy új és új lehetőségek, amik adódnak, hogy hogyan akár Mária Rádió lehetősége, hogy a rádión keresztül is hirdessük az evangéliumot, hogyan ő is minden eszközt, Szent Pál is az írástól kezdve, nem csak a szóval, igyekezett továbbadni. Tehát ilyen szép szempontból a példaképek nagyon elevenné tehetik a mi vallásos életünket, illetve az evangélium mélyebb megismerését és szolgálatunknak a küldetésünk teljesítését. Tehát ezért nagyon fontosak a példaképek, és én itt fontosnak azt szeretném kérni a kedves hallgatóktól, nézőktől, hogy hát, amikor gondolkodnak, hogy a gyermeküknek milyen nevet adjanak, azért gondoljanak arra, hogy milyen szeretnék nevelni ezt a gyermeket, és lehetőleg hát ez legyen egy vezető és eszmény számára. Köszönöm. Jakab Levele azt mondja, hogy legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy benne csapjátok magatokat. És azt gondolom, hogy ilyen az nagyon jó alap, hogy lehet hallgatni embereket, miket mondanak, lehet hallgatni, hogy ki milyen nagyszerű volt, hogy miket csinált, de majd nem kezdjük el mi is tenni azokat, addig igazából önmagunkat csapjuk be, azt hiszük, hogy most valami jó dolgot hallottunk. Néha beszélgetek emberek, és mondják az, hogy hallgattam a National Geographicon, vagy a ezen, vagy azon, és hogy milyen nagyszerű volt az a műsor, és hogy kb. Ezzel letudta azt, hogy mit kell tenni a környezetért, például nagyszerű környezetidővé vált ezzel. De hogy nem elég ennyi, hanem tenni is kell valamit, és nekem a példaképek ezért tetszenek, mert hogy ők tettek valamit. És rengeteg ember hall dolgokat, nagyon kevés ember cselekszik. És azt gondolom, hogy ezt kell megtanulnunk, hogy elmondhatunk a gyülekezetben, a szeretet látszik, a többi duma. Tehát nem beszélnek olyan dolgokról, hanem csinálni, mert amit nem tesszük, addig teljesen értelmetlen az egész önmagában. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jó minta számunkra. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket a gondolatokat megosztottátok így az éve első forrás adásában. Nagyon nagy reménységet fűzök ahhoz, hogy ahogyan hónapról hónapra egy-egy bibliai profillal, egy-egy bibliai szereplővel, egy-egy bibliai példaképpel megismerkedhetnek a televízió nézői, úgy fogják megérteni mindazt, amit most elmondtunk, hogy valóban mennyire fontos annak a személynek nem csupán a nevét tudni, nem csupán azt, hogy hol élt és mikor, hanem azt is, hogy mit tett, és hogy mit tett éppen az Isten dicsőségére, és hogyha esetleg valami olyan történik vele, ami nem pozitív, akkor azt gondolom, hogy magunkra ismerhetünk, sőt, segítséget kaphatunk arra, hogy mindezeket máshogy cselekedjük, vagy mi ne kövessük el. Itt szeretnék a kedves Pápa Városi Televízió nézőktől elköszönni. Az éve első forrás adásában mindnyájunk nevében békés, boldog új esztendőt kívánni, és adja az Isten, hogy hónapról hónapra, az első pénteken a forrásadásban újra és újra találkozzunk. Köszönjük figyelmüket! Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből szeretnék az év kezdetén
egy gondolatot idézni. Titus, Szent Pál apostol kedves tanítványa, aki pogány származású volt, Szent Pál később püspökké szentelte, Kréta szigetének püspöke, és kedves tanítványát jó tanácsokkal látja el, olyan tanácsokkal, amiket nekünk is ajánl, ami is a szívünkbe fogadhatjuk. Így ír. Figyelmeztesd őket, hogy vessék magukat alá a fejedelmeknek és a hatóságoknak, engedelmeskedjenek és legyenek minden jóra készek. Senkit se szidalmazzanak és ne veszekedjenek, hanem legyenek elnézők, és tanúsítsanak mindenki iránt nagy szelídséget. Hiszen egykor mi magunk is oktalanok, hitetlenek és tévelygők voltunk, mindenféle vágynak és gyönyörnek értünk. Gonoszságunkban és irigykedésünkben utálatra méltóak voltunk, és gyűlöltük egymást. Mikor azonban megjelent üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, megmentett minket. Nem a mi igaz cselekedeteinkért, hanem irgalmassága miatt. Az újjászületés és a megújulás fürdőjében. Benne a Szentlélek működik, akit bőven árasztott ránk üdvözítőnk Jézus Krisztus által. Kegyelméből megigazulva reménybeli örökösei vagyunk az örök életnek. Igaz beszédez, s kívánom, hogy teljes határozottsággal hangoztasd, akik hisznek Istenben, törekedjenek arra, hogy jó cselekedetekben elöljárjanak. Ez válik az emberek javára és hasznára. Szent Pál apostol utal arra, hogy Kréta szigetén is a pogányok közül megtért keresztények korábbi élete nem volt Istennek tetsző, de Jézus Krisztust megismerve és a Szent Keresztségben megtisztulva új élet lehetőségét kapják meg, és ahogyan az Úr Jézus elénk élte a mennyei atya ember szeretetét jó tetteiben, úgy erre hívja a krétaiakat is, hogy valóban az Isten és az ember szeretet jó cselekedetekben mutatkozzék meg az életükben. A szelídség akkor, amikor sokféle indulati gyűlölet vesz körül bennünket, a jóság akkor, amikor talán sok önzéssel találkozunk, így kérjük Isten kegyelmét most, karácsonyi ünnepek után, megerősödve Isten szeretetében, ez a szeretet, ami egymás felé sugárzott az ünnepek alatt, a hétköznapokban is mutatkozzon meg, figyelmességben, szolgálatban, jó cselekedetekben, egymás elfogadásában és segítésében.